színészi karrierje mintegy 200 kosztümjét árverezi el Olivia Newton-John. A négyszeres Grammy-díjas énekesnőt és hollywoodi sztárt elsősorban a Grease című filmről ismerik világszerte. Jó pár hónapig tartott, mire átfésültem a dobozokat és konténereket, de jó munka volt, csak sokáig tartott. Az egész abból indult ki, hogy el akartam árverezni a rákalapítványom javára a Grease végén viselt nadrágot és jackit. Aztán kissé kinőtte magát ez az egész, mesélte a színésznő. Ez a Sandy 2-es jelmez, én így hívom, ez volt rajtam a film végén, amikor John Travoltával énekeltük a You're the One That I Want című számot. A nadrág nagyon jó kis anyag, mint a spandex, csak jobb minőségű. És a bőrdzseki, mit is mondhatnék, tette hozzá. A jackit és a nadrágot külön árverezik el, a várakozások szerint 200 ezer dollár bevételt is hozhatnak. Az aukción megvásárolhatók lesznek még Olivia Newton-John arany és platina lemezei csak úgy, mint a hangszerei, melyeken az énekesnő a slágereit komponálta. Az árverés Beverly Hillsben lesz, de élőben is lehet követni és megtenni a téteket most szombaton.